Üdvözlöm a Beol Podcast hallgatóit, Vásári Erzsébet vagyok, a Békés megyei hírlap és a beol.hu újságírója. Mai adásunkban Pócsi Gabriellával beszélgetek a Körösök a Naturpark Egyesületvel, munkaszervezet vezetőjével. Témánk természetesen a Naturpark, annak is a céljai, működése és programjai. Üdvözöllek, Gabi! Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat is! Mesélj nekem kérlek a Naturpark működéséről és céljairól. A Naturpark Magyarországon egy igen régi kezdeményezés. Több mint 20 éves múltra tekintenek a Naturparkok vissza az elmúlt évtizedekben, hiszen nem mi vagyunk az egyetlen Naturpark Magyarországon. Összesen 18 szervezet van, amely ilyen címbirtokos jogosultsággal rendelkezik. Nagyon sok esetben. Talán egy kicsit a hasonló hangzás miatt is minket a nemzeti parkokkal össze szoktak keverni. Azonban nekünk teljesen más a működési keretünk, a területek is, a térségek is, amelyekben végezzük a tevékenységünket, és más szervezeti keretek között jöttünk létre. Így egy kicsit mások vagyunk, de vannak azért hasonlóságok a céljaink között. Mely az a korosztály, aminek ti elsősorban szóltok, vagy akit szeretnétek megszólítani, illetve hogyha ezeket a célokat a működésetekben részleteznéd nekem egy picit? A korosztály az nagyon összetett, attól függ, hogy milyen tevékenységekről beszélünk, mert nagyon szertágazó az, amivel mi foglalkozunk. A naturparkokról azt kell tudni, hogy négy tevékenység mentén végzik, négy cél irányában végzik a tevékenységüket. Ez nem csak ránk jellemző, hanem az országos viszonylatban is így van. Az első a helyi értékeknek, természeti értékeknek, kulturális értékeknek a megőrzése és annak a továbbadása az jövő, a jövő generációja számára. Azonban nagyon fontos, hogy mi nem természetvédő szervezet vagyunk, tehát hogy nekünk ezeknek csak az megőrzése, esetenként gyűjtése, és egy fontos dolog van, ami még determinál minket, az pedig az, hogy egy adott tájegységre, térséghez kapcsolódóan végezzük ezt az értékőrzést, és ugye hát a nevünkből is adódik, hogy a körösök völgyének a magyarországi térsége az, ami hozzánk kapcsolódik, de természetesen több partnerünk van határon túlan is, tehát egy picit úgymond átlépünk a határon túli térségekre is. De ha csak néhány példát említhetek, az Irodkő, a Pannon-Táj, Szigetköz esetében is vannak saját naturparkok, és ők is végzik ezt a tevékenységet az adott térségben. A környezeti nevelés és szemléletformálás az, amiről talán leginkább ismertek vagyunk itt a térségben, mert több mint tíz évvel ezelőtt a szervezet egy olyan vándorkiállítást hozott létre, amely mai napig él, és ehhez kapcsolódóan már egy, több, most már egy éve működő animátor csapatunk is létrejött az Egyesület berkein belül. Itt nekünk nagyon fontos az, hogy itt kifejezetten a fiatal korosztály általános iskolások, és több esetben például az óvodások, a felsősöket szólítjuk meg. Szeretnénk nekik átadni azokat az alapinformációkat és azokat az alap tudásokat, amit egy mindennapi környezettudatos élethez hozzásegíti őket. Ugye ők pont az a korosztály, akik életükben akkor találkoznak először másodjára, jobb esetben harmadjára ezzel a témával, tehát úgymond mi egy ultravalót, egy alapcsomagot nyújtunk számukra. Tehát ott a fiatalok a célcsoportunk. A harmadik tevékenységi körünk a vidékfejlesztésnek szoktam egyszerűen nevezni, de hogyha a nagy hivatalos dokumentumot megnéznénk, akkor helyi gazdaság segítése, támogatása az, ami hozzánk kapcsolódik még. Itt nekünk két kezdeményezősünk van itt Békés Csabán. Az egyik a Ligeti Vásár, ahol a körösvölgyi termelők és kézművesek értékesíthetnek, illetve működtetünk egy bevásárló közösséget is a körös kosarat, ami szintén hozzánk kapcsolódik. Itt elsősorban azok a felnőttek a célközönségünk, akiknek nagyon nagyon fontos, hogy hazai, helyi terméket vásároljanak, illetve lehetőség szerint tudják is pontosan, hogy kitől veszik azt, hiszen ez is szerintem egyfajta megbízhatóságot is jelent, amikor vásárolunk, amit is tudjuk, hogy honnan származik. És a negyedik pillérünk, ahol inkább szintén felnőtteket, de azokat a felnőtteket és családokat célozzuk, akik valamilyen aktív mozgásba szeretnének részt venni, az aktív és ökoturizmushoz kapcsolódó feladatoknak az elvégzése, itt az elméletitől kezdve a gyakorlati részig terjed a tevékenységünk, és ott pedig igazából elég széles a spektrum. Tehát én úgy gondolom, hogy tevékenységi körönként akár lehet azt mondani, hogy az egész lakosság a cél Közönségünk. Ha már tevékenységi körök, milyen szakemberekkel dolgoztok együtt? Kik azok, akik segítenek nektek a programok megvalósításában? Összetett a csapat, mert egy nagyon nagy csapatban dolgozunk, tehát sokszor. Én vagyok az, aki a szócső, ha lehet így fogalmazni, de egy nagyon nagy csapat van a hátam mögött, akikkel ezt el tudjuk végezni. Az Egyesületünknek van egy munkaszervezetem, itt négy fővel dolgozunk a munkaszervezetnél, administratív rendezvényszervező kollégákkal, akiknek nagyon fontos, hogy ezek a tevékenységek, amik az Egyesülethez tartoznak, ezek minél inkább szélesebb körbe ismertek legyenek elterjednek, tehát egy picit saját ügyüknek is érzik ezeket viszont az biztos, hogy a számtalan programot, rendezvényt ezt nem négyen visszük le. Ahogy említettem, van egy tudásfa animátor csapatunk. Az animátorok azok nyugdíjas pedagógusok, óvodapedagógusok, illetve aktív pedagógusok is a tagjai ennek a animátor csapatnak. Ők azok, akikkel lehet találkozni a környezeti nevelési programok során. És ami nagyon fontos, és nagyon büszke is vagyok rá, hogy számos civil szervezet van, akik bekapcsolódnak a munkánkba, és velük együtt, együttműködésben teszünk a térségnek a fejlődését. Hogy egy példát mondjak, ez egy teljesen friss és még nagyon gyerekcipőbe járó tevékenység, hogy az élővíz csatornán itt Békés Csaván is lehet ugye kenúzni. Itt a Békés Ikajakenú Egyesülettel együttműködésben indítottuk el ezt a kezdeményezést, és bízunk benne, hogy ez egyre gyakoribb lesz majd. De ugye itt is az ő szakmai tudásukkal kiegészítve valósul meg ez a tevékenység. És ugye, amikor egy ligeti vásárról, vagy egy körös kosárról beszélünk, ott pedig egyértelmű, hogy a helyi termelőknek, a kézműveseknek az együttműködésében végezzük ezt a feladatot és minden mellett természetesen az Agrárminisztérium is támogatóink közé tartozik, aki a címbiatokosságot adja meg az adott civil szervezeteknek, és hivatalosan is innentől vagyunk Naturpark, és vannak országos szakmai szervezetek is, akik segítik és támogatják együttműködésünket. Tehát biztos vagyok benne, és elnézést, ha valakit kihagytam a, a felsorolásban, de biztos még ezen kívül számos szervezet van, és így tudjuk ezt az egészen komplex feladatkört ellátni. Melyek a legnagyobb rendezvények egy évben nálatok? Mik azok, ami, amikre mondjuk a legtöbb ember, vagy a legnagyobb felkészülés, vagy, vagy tényleg azt mondjátok, hogy ez a mi éves rendezvényünk, vagy ezek a mi éves rendezvényeink? Három fő rendezvényünk van, amely igazából szerintem most az idejében, mert tavaly is látszott, de talán az idei évtől lesz egyre inkább látható és egyetem, hogy hozzánk kapcsolódik. A Csabai Majális, is, hiszen ugye mi a Széchenyi Ligetben vagyunk, a régi sörketnek a helyén, ott nagyon régen is a 80-as években is volt Majál is, ezt mi magunkénak érezzük, és fontosnak tartjuk, hogy ezt a hagyományt itt megtartsuk békés Csabán, ugye idejében is mi rendeztük a Széchenyi Ligetben a mai állást, Ahogy említettem, az aktív turizmus mentén is vannak feladataink. Az egyik nagyon fontos, hogy ugye az egészségtudatosságot nem csak a hazai, helyi termékek jelentik, hanem nagyon fontos a mozgás, gazdag életmód, hogy minél több valakit rávegyünk erre. Ezért idén már másodjára fogunk aktív családi napot szervezni, ez is a Széchenyi Ligetben lesz, és terveink között szerepel, hogy ezt is megtudjuk most már minden évben rende míg a majális tavasz így, ez az aktív családnap, ez egy őszi rendezvénysorozat lenne minden évben, és természetesen a ligeti vásár, igaz, hogy az minden hónapban van, havonta egyszer el lehet jönni, viszont a karácsonyi vásárral zárjuk minden évben a, a éves tevékenységünket, a ligeti sorozatot is, és ez az, ami egy kicsit nagyobb volumenú szokott még lenni, és ezt a három az, amit így mindenképpen kiemelnék hogyan telt az idei év, gondolok itt ezen belül a nyárra, a mögöttünk álló nyárra, és mivel fog itt állni az ősz nálatok. Nagyon sok tevékenységgel telt a nyarunk, ennek volt nagyon látványos és kevésbé látványos része is így a helyi lakosok számára. Az biztos, hogy volt 7 héten keresztül táboroztattunk 5 témában, és 140 gyermeket tudtunk így fogadni a nyár folyamán, és nagyon örülünk, hogy sok pozitív visszajelzést kaptunk a szülők és a gyerekek részéről is. Ezt mindenképpen meg is fogjuk tartani a jövő évben. Ehhez kapcsolódóan a mi új... Ö tevékenységünk lesz, vagy egy új szolgáltatás a, a szülők számára. Nagyon sokan jelezték, hogy a szabadságok miatt egészen nehéz megoldani számukra azt a, azokat a hosszú szüneteket, amelyek most az iskolában lesznek. Ezért hamarosan már elérhető lesz a közösségi oldalunkon az az információ, hogy milyen úton, módon tudunk a gyerekeknek olyan, na akár napi felügyelet is biztosítani az téli és a tavaszi szünetben, amelyet tudjuk egy kicsit segíteni így a szülőknek így a mindennapjait is, hogyha esetleg éppen nincsen nagymama segítség vagy bármi, ahova a gyerkőcöt el tudnák ebben az időszakba helyezni. Ami nekünk nagyon fontos, hogy ez nem egy szimpla felügyelet lesz, hanem mindenképpen foglalkozásokat, egyfajta tematikát is szeretnénk ezeken a napokon nyújtani, és ami nekünk nagyon fontos még emellett, hogy mindig pedagógusok, szakemberek foglalkoznak és vigyáznak a gyerekekre. Ahogy említettem is, őszhöz kapcsolódik ugye az aktív családi napunk, amely most hétvégén fog megrendezésre kerülni ez lesz az egyik nagy rendezvényünk ezen felül, aminek, amire nagyon büszkék vagyunk, a november 10-én egy rászervezők napját fogunk megszervezni a látogatóközpontban. Itt nem mi vagyunk a főszervezők, hanem az eddigi eredményeinek köszönhetően kaptuk azt a megtiszteltetést, hogy az országban ebben az évben a helyi termékekhez kapcsolódó programsorozatot, ahol az Agrárminisztérium, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Kisléptéke Egyesület együttesen egy nagy turnésorozat tartott. Ennek a záró rendezvényét azt ide hozzák Békés Csabára, és itt lehet nagyon fontos és hasznos információkat majd termelőknek is megtudni a jövő évi várható változásokról, ami őket fogja érinteni, és természetesen karácsonykor pedig zárni fogjuk a, a ligeti vásárral, a karácsonyi vásárral az évünket mindig elfelejtjük, de nem szabad elfelejteni, hogy emellett, hogy a havonta a ligeti vásárral is várjuk minden hónap második szombatján azokat, akik vásárolni, szeretnék, hely, vásárolni szeretnének helyi termékeket, és a körös kosárban pedig heti rendszerességgel lehet rendelni szintén, majdnem ugyanattól a körtől, akikkel személyesen lehet a vásárban találkozni, és már most készül az animátor csapatnak az őszi programterve, amelyet az iskolákhoz is el fogunk juttatni, hogy melyek lesznek azok a neves napok, fontos környezetvédelemhez kapcsolódó világnapok, amelyek kapcsán várjuk szeretettel a gyerekeket a látogatóközpontba. Kettőt már biztosan tudunk, az a komposztálás világnapja októberben, ott biztosan lesz foglalkozás, illetve az Európai Hulladékcsökkentési Hétre november végén szintén gőzerővel készül. Az elmondottak alapján igen, nagy tömegeket mozgattok meg, nagyon sok rendezvényetek van, sok emberrel, sokféle korosztályjal. Mi a tapasztalat a lakosság köréből felétek, milyen visszajelzések jönnek, mennyire várják esetleg a következő programjaitokat, vagy tartják számon azokat? Nagyon pozitívak a visszajelzések, és nagyon örültünk, amikor májusban már nem csak közösségi oldalakon láttuk, hanem ténylegesen oda is jöttek és megszólítottak minket, mert nagyon szerettünk ilyenkor velük beszélni, hogy lássuk is, hogy mit szeretnének a következő alkalommal. Én azt látom, hogy nagyon szerették a, azokat a rendezvényeket, amelyek valamilyenben újat mutatnak, és... Tényleg közösen, egy nyugodt környezetben, ugye itt a Ligeterre kiváló ö, helyszín, ö, el tudnak egy ö, olyan aktív ö, napot tölteni, ahol a család együtt tud lenni, nem a digitális, a telefonról van szó, nem arról, hogy nagyon agyonfényképezzük magunkat. Nagyon törekszünk arra, hogy minimálisra csökkentsük ezeken a rendezvényeken a kilátogatóknak a költségét, és igyekszünk támogatásokat szerezni. Tehát tényleg egy közös együttlétet tudjunk így ö, ö, megvalósítani, és nagyon emlékszem, nagyon él bennünk az a, amit is többször mondták, hogy mennyire jól érezték magukat, és hogy egy kicsit el tudtak csendesedni, még ha nagy volt maga a Mayális zseniálisan a forgatag, annak ellenére is egy ilyen teljesen különleges környezetben tudták jól érezni a szabadban magukat a gyerekekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy a liget az megadja az alaphangulatot, és megtörekszünk, hogy mindig valami olyan újat adjunk a családoknak, amelyel tényleg egy tartalmas napot tudnak eltölteni. Említetted itt korábban a tudatosságot. Ezt uh, mégis hogyan csempészitek be minden egyes uh, programotokba, mert uh, nyilvánvalóan meg érezhetően is belecsempészitek. Uh, ki az, aki esetleg ezzel foglalkozik, vagy hogyan ötleteltek ezen, hogy akkor minden, mindenhol megjelenjen ez a dolog, akár mondjuk a nyári táborokban, vagy, vagy bármilyen más programban. Mindig vannak technikai jellegű részei, amivel ezt próbáljuk megvalósítani, illetve vannak ö, olyan tevékenységek is, amelyek ehhez kapcsolódnak. A rendezvényeinknél mindig alapvető elvárás, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ö, repoharakkal igyekszünk megoldani a műanyag hulladéknak a csökkentését, a, az egy egyesületünk rendelkezik ilyen újrahasznosítható poharakkal, és ezeket úgymond bérbe lehet venni egy üdítőre, egy kávéra, vagy a apukák esetében egy sörre, és ezeket utána mi visszaváltjuk, megfelelő tisztítás után pedig újra tudjuk használni. Ezen felül a foglalkozások ezeken a programokon mindig a környezettudatosság jegyében zajlanak, Például, hogy csak most a most hétvégét említsem, az aktív családi napon nagyon várjuk, hogy akik érkeznek, hozzanak magukkal legalább egy pet palackot, és ebből két olyan játékot fognak az animátorokkal készíteni, amelyet utána tudnak használni a gyerekek. Az egyik, mi csak úgy hívjuk, hogy egy kapdelka egy ügyességi játék lesz, ezt a, a műanyag üvegnek a tetejéből és a kupakjából fogjuk készíteni, az aljából pedig egy olyan teknős béket készítünk, ami egyrészt nagyon jó szórakozás, mert úszni fog majd a vizen. Ha pedig már otthon lesz, akkor a pocakján egy pici vágással egy perseit lehet a gyerekeknek belőle készíteni. Tehát, hogy ezzel is próbáljuk a gyerekek számára, megmutatni azt, hogy nem feltétlenül hulladék minden, amit annak gondolunk, hanem újra Akár egy könnyed játékot, ami utána a finom motorikát fejleszte a gyerekeknél el lehet készíteni, vagy akár egy perse is létrejöhet. Illetve ami még nekünk nagyon fontos, hogy a játszóház minden esetben minden rendezvényünket, amilyen nagy rendezvény, környezettudatos játszóház és kíséri, amelynek kapcsán ugye játék során sokkal könnyebben elsajátítják ezeket a tudásokat a gyerekek, hogy hogyan is lehet egy mindennapi életben környezettudatosnak lenni, és ezek a játékok mindezt tanítják nekik játszva, amely szintén ingyen kipróbálható, nagyon sokszor a családok is, a szülők is játszanak a gyerekekkel, és amit még tapasztalunk, hogyha már egy ilyen harmadik negyedik osztályos a gyerkőc, akkor sokszor van, hogy ő megtanulja, látja, és otthon kéri is a szülőket. Tehát, hogy úgymond tovább ö, megy a tudás az, amit mi átadunk a gyerekeknek. Szóval ilyen sokféle aprósággal, és most próbáljuk olyan szempontból is környezet egy picit. Ö, azt nem erős szó, hogy nevelni, csak kérni a helyi lakosokat. Tudjuk, hogy nagyon sokan kerékpároznak, viszont nagyon sokat szólt tapasztaljuk, hogy autóval érkeznek a ligetben, pedig nincs annyira messze azért a központtól a Szítssínyi liget, és most azokat, akik kerékpárral fognak a hétvégi rendezvényre e, érkezni, azoknak egy pici e, naturpark ajándékkal készülünk, illetve a felnek köszönhetően e, almát is fognak kapni ajándékba, és ugye ezzel is azért teszünk a környezetünkért. És ha már ugye itt az aktív családi nap szóba került, ezt most fog következni. Mikor kezdődik, meddig tart, mik lesznek részletesebben a programjai a startpisztoly 9 órakor fog elgördülni majd itt a Ligetben, vasárnap, szeptember 17-én, és első körben a túrákat fogjuk elindítani, ugyanis két nagy részből áll ez az, az aktív családi nap. Az egyik része, ami a túrákhoz kapcsolódik, itt három túra típusban lehet majd, Érdekesebbnél érdekesebb információkat összegyűjteni, élményeket uh, szerezni. A kerékpár túra lesz, ami egy hosszabb uh, volumen lesz, de családoknak javasoljuk, tíz éves kortól a gyerekek már uh, uh, bőven le fogják uh, tudni tekerni a, a, a az szakaszt. Ez az évkerékpár útján, a Venkeim kerékpár úton uh, fognak végigmenni a uh, túrázók, és ami plusz lesz egy túrához képest, hogy tudjuk, nagyon sokan szeretnének eljutni a Szabad Kígyúsi amit nagyon nem régen adtak át, és nagyon izgalmas tárlattal rendelkezik. Ezért azokkal, akik részt vesznek, 30 főt tudunk fogadni erre a túrára. Nekik ingyenesen fogjuk biztosítani a belépőjegyet, ezt mi álljuk. Annyi, hogy a biztos részvételért cserébe regisztrálni szükséges, és annak a feltételeit azért el kell alaposan olvasni. Fogunk kenutúrát is szervezni. Ez egy új újfajta kezdeményezés lesz, mert nagyon rég nem volt már, nagyon régen volt ilyen Békés Csabán. A Városvédők Egyesületnek együttműködésével az élővis csatornán Kenuból lesz egy városismereti túra. A Gábor fogja vezetni ezt a túrát. 20 fős csapatokba fognak több turnosban indulni, és meg lehettek csodálni, illetve egy csomó új infót lehet szerezni arról, hogyha az élővis csatornán végig a Békés Csabán, akkor mit is látunk jobbra-balra, és mit lehet róla tudni? Ritkán látjuk ilyen szempontból Békés Csaba belvárosát, és szerintünk ez, ez ilyen szempontból egy egyedi és új lehetőség lesz. Illetve minden esetben szoktuk a családokat valamilyen vetélkedőre hívni. Itt is a Gábortól kaptunk segítséget, egy olyan városismereti gyalogtúránk lesz majd, amely egyben egy családi vetélkedő is. Békés Csaba belvárosában kell majd. Det körbenézni ők, nagyon sok hasznos új infót fognak találni, rájönnek, hogy a lábunk alatt, vagy a fejünk felett is mi minden van, ami mi alatt mindennapi szinten elmegyünk, és pontozni fogjuk ezeket a válaszokat, reméljük mindenki minél ügyesebb lesz, és a legvégén az első helye, első három helyezetnek belépőjegyeket fogunk kisorsolni a Tisztatavi Centrumban, egy négy fűset, a Budapesti és a Csodák palotájába juthatnak el azok, akik megnyerik ezt a vetélkedőt, és ugye, mint mondtam, hogy nekünk nagyon fontos, hogy a körösök vagy értékeit is megismerjék, foglalkozzanak ezzel az emberek, ezért egy totót is fogunk, egy naturparki totót lehet kitölteni majd az Egyesületünk standjánál, és ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert itt is én úgy gondolom, hogyha már valaki ilyen totót kitölt és tanul, is egy kicsit érdemes egy valami nyereményt is felmutatnunk, és itt pedig kisorsolni fogunk a helyesen kitölt között egy 25 ezer forintos sportutalványt, sportruházati utalványt, amelyet szabadon lehet majd az adott áruházban, boltban elkö, el, 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 elkölteni. Ezek azok, amik mozgásos programok, és nem teljesen a ligetre fókuszálnak, bár onnan indulnak. A Széchenyi Ligetben pedig azok számára, akik nem szeretnék ezt kipróbálni, ott szervezünk közös programokat, például lesz ingyenes mászófal kipróbálás, egy olyan mászófalat igyekeztünk idehozni, amely olyan négy oldalú fal, amely kortól, nemtől, és ugye tudjuk, hogy sokszor súlytól is függ az, hogy kimehet mehet fel egy mászófalra, na ez itt nem lesz akadály, mert ezt is biztosítjuk. Lesznek kergekerékpárjaink, amelyek helyebb a csavarjuk jobbra, de balra fog menni, ezeket lehet kipróbálni, egy nagyon érdekes kis játék a gyerekeknek, kresszparkot fogunk felépíteni, Emellett több sportszervezet fog eljönni és bemutatja azt, hogy milyen tevékenységeket végez, mit lehet róluk tudni. Tehát, hogyha valaki esetleg valamilyen sportegyesülethez beszeretné íratni a gyermekét, de nem tudott még dönteni, hogy itt szeptemberben hova járjon a gyerkőc, vagy több minden érdekli. Nagyon sok valakivel lehet majd itt kint találkozni, tehát egyfajta sportválasztásnak is lehet tekinteni a, ezt a lehetőséget. A Ligeti Ifjúsági Térnek az ifjúság számára gofri partit szervezünk, focizni lehet majd emellett, lehet majd kézműveskedni, népi játszóházunk lesz, és lesz egy nagyon különle számomra különleges programunk is. Mi csak egyszerűen magatónak hívjuk, de sokkal több lesz annál. Az egyik animátorunknak a segítségével a gyerekek megtanulhatják, tanulhatnak arról, hogy milyen a tudatos állattartás, hogy kell bánni foglalkozni a gyerekekkel, és ehhez egy lovasbarát animátorunk fogja a saját lovát elhozni, és ez, ez egyfajta érzékenyítés is lesz a gyerekek számára és a családok számára. Biztos vagyok benne, hogy kihagytam valamit, de akit érdekel, akinek felkeltettem az érdeklődését, ott a közösségi oldalunkon minden információt megtalál majd.